Na, sziasztok! Megpróbáljuk ma befejezni a játékot. Valójában így az új technikával két pályánk van, mi azért javítani próbálunk legalább ezen a harmadik helyen. Meg ezt befejezni. Ez egy általam nagyon gyűlölt pálya. Az autónak jó lenne, tehát hogy az autó ezt alapból, ahogy már megfigyeltük, szereti? Én nem szeretem. Áú! Ezt nem vágod, hogy ez fáj, te barom állat. Az a baj, hogy memorizálni kell a pályát, hogy hol vannak azok a bukkanók, amelyeken nem szabad véletlenül se gyorsan átugratnom. Nem tudom, hogy láttad-e az előző részt. Abban volt az, amikor úgy odavertem, ott is látszott, hogy ő is nagyon oda csapta az autót. Amiben úgy odavertem az autót, hogy már nem bírt menni. És ezzel a pályával csak ez az egyetlen egy nagy problémám, hogy meg kell jegyezni ezeket a bukkanókat. Itt az egyik, ezen nagyon szépen el lehet szállni, és oda lehet csapni az autót. Jó. Ezt, ami történt... Mi a... Még bolygón vagyok most? Valami dimenzió kapun átléptem? Vagy mi a franc van? Szabasz! Játék. Jó. Nem értem. Ilyen még sosem volt, hogy az első akkorát hibázik, hogy csak így simán elgurulok mellette. Csak azért vagyok szótlan. Nem szokott akkorát hibázni. Jó, attól függetlenül már jön, tehát... Nem, azért vagyok szótlan, mert most azon gondolkodom, hogy
Tehát, hogy ilyet még nem láttunk. Hogy a játék hibázik, és nem csalja vissza. Itt jön mögöttem, ez tény. Hú, basszus! Na jó, nem, bocsi, tehát nem tudok szóhoz jutni, mert... jó, oké. Legyen játék, köszönjük szépen. Ez egy könnyű volt. Ehhez még nem elég erős az autó. Ezt még mindig ezt mondom. Próbáljuk meg ezt. Javítsunk rajta mi. Na, hát remélem a legjobbakat, és ugyanúgy, ahogy az első, vagy az előző pályán, ezen is a játék elkezd bénezni. Ugye, ahogy én szoktam, az a baj. Igen, mint így. Ne! Tehát ennyire ennyire látványosan baszod. Ez komoly. Ha. Bocsi. Először jó induláshoz képest ez. Jó szórakozást a fák között. Eljártok a természetet, legyetek jók. Ne törjétek le az ágakat. Valaki más törje már ki ezt a kerítést, mert nekem nem megy. Abba belehal a kocsim. Ezt itt ki kell kerülnöm. Menjetek neki nyugodtan. Én csak azért nem megyek neki, mert lassítja az autót. Úgy is lesz még két köröm. Amikor kerülgetnem kell, mert ti ezt mindig levágjátok. Úgy a fene megeszi. Tudom, itt csúsztam ki a múltba. Gyerünk. Itt vannak a seggemben, azzal nincsen bajom. Jó helyen vannak, mert amúgy segítenek legközelebb. Mellettem nem mehet el. Tehát meg kell próbálnom, amint mellém érkezik, csak az a baj, hogy ez veszélyes. Ez szép hang volt, köszi! Az ilyen hangokat szeretjük. Valaki amúgy a hátam mögött parabolozott. Nem tudom, mennyire hallatszódik a videóban. Próbáltam figyelni, de valószínű a zene is elnyomja egy kicsit. Bár már megint úgy hallom, hogy a zene az, hogy kb. Semmi nem lesz, nem baj. Nem érdekes. Nem foglalkozunk most ilyenekkel. Nem fogok ennyiért megállni.
Megint szép hang volt. Na jó van, nem. Most nem tudok mit mondani. De őszinte leszek. Tanástalan vagyok. Nem, az a baj, hogy legtöbbször értem, hogy mi történik. És ezért tudok róla beszélni. De most mi történik? Nem az a bajom, nyerek, mert ennek örülök. Csak az a bajom, hogy eddig a kislábujjamig zsibbadtam, annyira nyomnom kellett a gombot. Most meg, ezt első vagyok. Jó van. Jól van, hát most nem mit mondani. Ez most tényleg egy olyan versenysorozat volt eddig. Aminek nem tudok rá mit mondani. 9. Meg számolni, 8 lóerő. Hát ez lesz. Na jó, menjünk tovább. Valahol úgyis elromlik megint a játék. Ez nem. Már most ezt a Hayville farmot megcsináltuk, próbáljuk meg a másik oldalról. Jóval, ezt is meg kell nyernünk. Engedj csak. De rossz, hogy az előbb a másik pályát játszottam. Vannak ismeri... Az a baj, hogy egy idő után... Ups. Ó, kemény bálla volt azt te. Jó, mondjuk azért eléggé összedöngöli a bálázó. Ha jól van beállítva. Ha nem, akkor kb. Annyi, hogy megfogod, aztán szétesik. Kicsikoromban jártam a fatárral ilyen gépeket szerelni. Na mindegy. Jelenleg még mindig van értelme, mert amúgy ennek a szerencsétlennek is most nem kellett volna, az már ott megint karambolozott. Mi a jó? Erre nem jó, mert ezt a kanyart szoktam elrontani. Na de befelé, be. Oh. Hú, tudom most már, hogy mit szoktam itt elrontani. Már most megvan. Esvér. Már most megvan. Ó, oh, ne, szétrugtáltak az egész pályát, így most nem tudom, merre kell menni. Az a baj, hogy meg... Tehát... Aránylag elég sokszor megyek végig egy pályán. Ahhoz, hogy memorizáljam, hogy a tereptárgyaknál hol kell elfordulni. Csak mivel ez a pálya nagyon hasonlít az előzőre, amit játszottunk. Upsi. Fordulj már! Franc hegyem meg. Ne. De azok a dobozok! Ne, kérlek, ne!
elsők vagyunk. Most hagyd meg az első helyet, légy szijáték. Ezt mondom. Ez a kanyar, hogy nem? Á, nem már. Most fogom elveszteni. Mindegy, attól még toljuk, de ezt valószínű újra kell kezdeni. Lép egyet? Lép. Ah, akkor nem. Múltkor ez volt a probléma. Hogy ilyenkor nem lép tovább a körszámláló. Ha így kicsiszek a pályára. Azért próbálok... tényleg... Szerintem... Néhányan ideg görcsöt kaptak attól, ahogy most vezetek. Én is amúgy. Mert próbálok a lehető legbiztonságosabban, a legkevesebb gázadással, a legkevesebb drifttel menni. Ami tőlem szakadtam. Én azt szeretem, hogyha az egész kanyart úgy veszük be, hogy keresztbe áll rajta az autó. De... Most nem nagyon akarok hibázni. Nem csúszunk ki, de fennmaradunk a pályán. Nem karambolozunk, ott vannak a dobozok. Én ezt mindig azt hittem, hogy az összes bála, de nem, mert amúgy ezek dobozok is. Mit keresnek? Papírdobozok az út szélén! Amik ráadásul nem törnek össze, ha nekik mész. Meg az a baj, hogy amúgy az autó is megint egy kicsit másabbul viselkedik, hogy rakjunk bele tűnök. Nem be akarom magam megyerezni, hogy ezért tényleg már változott egy picit a kezelése. Az a másik kanyar, amit mindig el szoktam rontani, csak azért láttam, hogy már megint túl nagy sebességgel megyek. Nem tudom, az a baj, hogy egy egyenes után betenni egy ilyen őrült nagy kanyart, szivatás, főleg úgy, hogy ez az autó, ez tényleg úgy megy a kanyarokba, hogy csúszik. Becsúszok a kanyarba. Jó, gyere át ide. Egy, innen ide. Figyelj, mire végzek a versenyen, megtanulom a pályát. Ez a baj. Hát ezt milyen szépen körbe lehetne autózni. Hű, anyám. Kb. Eddig lehetne csúsztatni. Ez annyira, de annyira rosszak azok a bokrok ott. Tudom, szerintem amúgy... Amúgy én este lefeküdtem aludni, és reggel valamelyik másik dimenzióban ébredtem. Ezért furcsa a világ körülöttem. Másra nem tudom fogni. Ilyen nem volt még. Ez 7000. Jó, ez 4000, ez még 5 lóerőt ad az előző 9-hez képest. Azt hiszem 9-et adott volna. Jó, toljunk még rá egy ilyet. Na, vissza ide. Ez az melyik pálya? Ez az a pálya, ami nem szeretem pálya. Második volt. Nézzük meg. Na lássuk. Nem. Erre emlékszem. Engedj, marral a fene megesz. Nézd meg, hogy elhúzott az első, most nem fogom utolérni miattad. De. Jaj, hogy ketten jöttetek el. Kicsit számolni. Ez az? Ügy! Jaaa! Frankó!
Ups! Valahol itt kell átcsúszni, igen, jobbra. Uuuuuh! 142 a vége és kész. Nem megy gyorsabban az autó. Jó, de nitróval, de... Wow! Ez a baj, amúgy ezzel az autóval, hogy... Jó, itt is lassan. Meg. Hallottam a hátam mögött egy csattanást. Csak az a baj, hogy most lenéztem a térképre és látom a zöld pöttyöt is a hátam mögött. Próbálom neki gurni, amennyire csak lehet, de... Az a baj, hogy ezek az utolsó pályák, ezek már ezért nehezek. Mert nem csak gyorsan kell rajtuk menni, de mindegyiknek van valamilyen hülyesége, mint például ennek ez. Mindenki ott berepül a belső sarokba. De még a játék is? Nem. Nem tudom, hol jössz. Á, nem. Ne. Nem mondod, hogy ezzel basztam el. Jó, király. Oké, ez majdnem sikerült, Rosszul. Nem. Jön a következő. Csak remélem, hogy nem lesz ideje utolérni. Jó, nagypapa tempóban mi vezetek, tudom. De most nem szabad. Egy versenyünk van. Erre nem emlékszem, és azt tudom, hogy itt volt egy pálya, ami nagyon szívtam a végén. Az lenne itt a lényeg. Mocsok módon kimaradunk abból a buliba. Jól tele fogjátok szórni a pályát, öcsém. Ha az én orrom majdnem elérte a tiétek, biztos, hogy elfogja. Bele kell néha fékezni. Nem tudom, hogy... Hogy? Ez az. Eddig jó.
Ne! Lici! Oh. Elfelejtettem, hogy ott van egy bukkanó. Az a baj, hogy az autónak is ki kellene bírni ezt a három kört, nem csak a sofőrnek. Kell benne maradni az autóban, hanem az autónak is valahogy épségben kellene maradni. Mert minél jobban szétverem, annál nehezebben irányítható. És ez amúgy a múltkori részben be is igazolódott, hogy akkor, amikor már egy időre egy bizonyos szinten szét van verve az autó, akkor elkezd pattogni. Hogy nehezebben lehessen irányítani valószínűleg. De így eléggé durva répparti volt az út közepén. És az most nem hiányzik, hogy még az ellen is küzdjek, hogy pattog az autó. Örülök neki, hogyha az ellenséggel megtörök. Jó. Amúgy... Ajajajajajajaj... Magunkhoz képest jobb vagyunk. Mert... Utolsó körtolom. És még csak most szállt el a motorháztető. Ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni. Jó. És elvileg utolsó? Nem utolsó. Van egy ugyanilyen... Léci. Ne. Ne most bazd el! Oh. Acson törő, hogy belém jött! És ha visszatört a csoncshaimat. Tuning. Mit rakjunk bele? Ez itt 6 lóerő. Hát azt a 6 lóerőt, azt úgy bele tudjuk pakolni, az kész. Nincs más. 12 000-ért van még a következő, mert amúgy mindent megvettünk már. Én legalábbis bízom benne, hogy nem itt ülök a tuningokon. Ez biztos, hogy megvan, a body biztos, hogy megvan. Jó, azért mondom. Na, és most jön a mumus. Kis mumus. Na gyere! Ez lesz az egyetlen egy meccs. Hát ez hülye! Ez lesz az egyetlen egy meccs. Ha véletlenül célba érünk. Aminél kielégszünk bármivel. Csak engedjen tovább a játék. Bocsi. De ez a pálya, ez nem fekszik nekem se, az autónak se. Tehát hiába próbálkozom, nem. Ezt nem tudom már hányszor játszottuk, hogy jó, még megpróbáljuk egyszer. Az a baj ahhoz, hogy befejezzük a játékot, muszáj megcsinálni. De
valami miatt ez nagyon nem megy se nekem, se az autónak. Lehetőségem első helyre, akkor természetesen. Itt van előttem a gumicsík, tehát hogy valószínű itt jár valahol. Há, esélytelen. Nincsen végsebességünk, tehát hogy ennél az autónál egyáltalán nincs végsebesség. 130 a vége, amit nemrég néztünk. Ezt a második helyet nem adom, köcsök. Nos, 2000 második helyért, és 25 000 azért, mert nyertünk. Köszönjük, zenét nem kérünk. Nos, majd egyszer, hogyha még úgy lesz, hogy visszanézünk erre a játékra, még lesz amúgy rész, csak az már a bónusz játékokban. Ez egy verseny volt, ezt megnyertem. Igen, kipróbáltam, hogy milyen. De... ezek a kilövöldözősek, ezek nem mennek. Tehát ilyen 250 métert kellene. A 100 métert nem értem el. Próbálkoztam, tehát én megnéztem, hogy milyen. Ez oké, okay, ez könnyű. Menni kell körbe-körbe, mint a hülye gyerek. Valószínű ez is olyan, meg ez is olyan. Úgyhogy ezeket majd a következő részben megpróbáljuk. Addig is lájkoljatok, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!